a keresztet kivették, akkor a babakocsi szétdöntötték. Vandálok rongálták meg a tavaly a saját unokatestvére által 6 évesen meggyilkolt Szekszárdi Leonetta sírját. Ezeket a képeket a kislány szülei készítették. Látszik, hogy a rongálók a sírra tett szinte valamennyi játékot szétdobálták, volt, amit el is loptak, és a fejfát is bedobták a gazba. Leonetta édesapja azt mondja, nem ez az első alkalom, hogy megrongálják a sírt. Elkezdődött az első tárgyalás, nem is értem, hogy még kell valakinek a sírját szétrombolni, főleg így 6 éves kislányét. És amúgy jönnek a tárgyalások folyamatosan, minden tárgyalás előtt 1-2 héttel szét vannak rombóval a sírok. Leonetta családja szinte minden nap kijön a kislány sírjához, szépítgetik, gondozzák azt, ezért is fáj nekik különösen a rendszeres rongálás. A családtagok sejtik, hogy ki vagy kik állhatnak a kegyeletsértő tett mögött. Ezek azért csinálják, vagy egy az, hogy még nincs meg a másik tettes, és azok csinálják ezt, vagy pedig a jó akaróim, vagy ugyanis gondolhatok sok mindenre, gondolhatok a gyilkos családjára is valakit főbújtat, vagy közülük valamelyik. Leonetta édesapja azt mondja, szeretne márvány sírkövet csináltatni, de nem mer, mert attól fél, hogy azt is összetörik. A szülők ezért most azt szeretnék elérni, hogy térfigyelő kamerát szerelhessenek a sírhoz. Közben az emberölési ügyben már több tárgyalást is tartottak. Kiderült, hogy K. Dániel, Leonetta unokatestvére beszámítható volt a gyilkosság idején. A fiút most a szekszárdi börtönben őrzik. A következő zárt ajtós tárgyalásra szeptemberben kerül sor.